Az adóhatóság oldalán megtalálható az összes 1% elfogadására jogosult szervezet neve, de a civil szervezetek kapcsán a Bács-Kiskun megyei civil szolgáltató központ is tud információval szolgálni. Most indítunk egy olyan kampányt, mint térségi szolgáltatóközpont, illetve megyei szolgáltatóközpont, mert ugye mi egész megyében működünk, hogy itt a járásban a helyi újságokat megkérjük arra, hogy a településen működő civil szervezeteket, akik fogadó, 1%-ot fogadó szervezetek, azoknak a névsorát közölje le a helyi újság, egyrészt ugye ebből, illetve nyilván a szervezetek ilyenkor egy óriási kampányt folytatnak azért, hogy minél többen ajánljanak fel 1%-ot. A járásban 111 olyan civil szervezet van, amely jogosult az 1%-ok fogadására, közülük többen kaptak már a tavalyi év folyamán is támogatást. 2020-ban járási szinten, tehát Kiskörös járása több mint 101 millió forint adó 1%-ot kapott az itt működő civil szervezetek. Nyilván legtöbbet ugye Kiskörös város kapta, mint ugye járási székhely is, és ami a városban még egy ilyen érdekesség, illetve megdöbbentő tulajdonképpen, az az, hogy sokkal több személytől kaptak az itteni civil szervezetek 1%-ot, mint ahány lakosa van Kiskörösnek. Ugyanis közel 19 ezer fő ajánlott fel 1%-ot kiskörösi székhelyen rendelkező szervezeteknek. Molnár Elvira projektvezető elmondta azt is, hogy milyen tevékenységet kell azon cégeknek végezni, akik jogosultá válhatnak az 1%-ok befogadására. Olyan tevékenységekre kell gondolni, ami valóban a közcél érdekében folytatnak. Ez lehet kulturális tevékenység, lehet polgári védelmi tevékenység, ugye egészségvédelmi, akár hogyha mentő alapítványra gondolunk, akkor lehet sport szervezet is, hobbi szabadidős tevékenységek fejlesztésére irányuló szervezetek. Gyakorlatilag bármelyik civil szervezet. A lényeg az, hogy tényleg egy széles körű társadalmi feladatot lásson el, és nyilván ez az alapító kiratban rögzítve is legyen, vagy alapszabályban. A befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról az adózóknak még ez év május 20-a előtt kell rendelkezni abban az esetben, ha célzottan térségben működő szervezetnek szeretnék azt felajánlani.